Sziasztok! Ez a Pergameráncok csatornája, és beszéljünk most azokról a könyvekről, amik kifogtak rajta. Hogy ha nem olvastunk végig egy könyvet, akkor nem mondjunk róla véleményt, mert egyáltalán nem hiteles. Nekem is vannak ám olyan könyvek, amik annyira kifogtak rajtam, hogy félretettem és nem olvastam tovább, pedig én nagy híve vagyok annak, hogy ha egyszer elkezdem, akkor végigolvasom, ami persze egyáltalán nem jó hozzá lesz szerintem. Én mindenkinek azt mondom, hogy ha egy könyv rossz, akkor ne töltsön vele több időt, mert nem neki találták ki. Attól még másnak lehet a kedvenc könyve, de nincs időnk arra, hogy rossz könyveket olvassunk, mivel annyi rengeteg jó történet is vár ránk. Pontosan ezért voltak olyan könyvek, amikkel nem próbálkoztam tovább és félreraktam, de biztos, hogy van köztük olyan, amivel még próbálkozni fogok. Nézzük meg, hogy mik ezek a könyvek. 10 ilyet fogok felsorolni, ennél több is akad, amit félreraktam, de ezek azok, amikre úgy igazán emlékszem, meg amit a Moi is tanúsít. Az egyik ilyen az ugye a Csontváros, ezt már említettem nektek, hogy én azt elkezdtem, de aztán alig jutottam el benne valameddig, mert nem érdekelt. Úgyhogy azt félre is raktam, és azóta sem olvastam tovább, és valószínűleg nem is fogom. Ilyen még a Gyengébb, mint a farkasok, amiről már szintén beszéltem, hogy elkezdtem, és aztán nem fejeztem be, és többször is újra próbálkoztam vele, de nem sikerült a végére érnem. Azt nem adom fel egyébként, azt még egyszer el fogom olvasni. Az Anna Karenina, ezt is említettem már, hogy elkezdtem, mert nagyon szeretem az egész történetet, és aztán rájöttem, hogy nekem egyszerűen már nincs türelmem ahhoz, hogy ilyen lassú, cselekmény folyású történetet olvassak, meg hát ugye az oroszoknak van egy sajátos stílusa, amihez nyugodt körülmények kellene. Én pedig nagyon sokszor úgy olvasok, hogyha van egy kis időm, akkor előkapok egy könyvet, de úgy választok, hogy bármikor félbe tudjam hagyni. Orosz könyveknél pedig jellemző, hogy annyi szereplő van, hogy nem bírja az ember megjegyezni, hogyha lerakja a könyvet. Ilyen még Hályi Jánostól a Bogyós gyümölcs kertész fia, amit én egy táborban ismertem meg, ekkor ismertem meg Hályi Jánost is, aki ott volt végig a táborban, és az ő könyveiből kellett színdarabot előállítanunk. És én akkor még nem hallottam róla, és ez volt az a könyv, ami ott volt kézzelfoghatóan, és elkértem, hogy akkor hogy olvasom már el, hogy mégis csak tudjam, hogy miről van szó, hogy milyen a stílus, stb. Elkezdtem, és nagyon-nagyon tetszett, azóta már olvastam mást is Hályitól, de sose fejeztem be, mert vissza kellett adnom, és aztán utána nem volt rá alkalmam. Pedig az egy nagyon jó műve szerintem az írónak, és egyszer biztos be fogom szerezni, és végigolvasom. Szóval itt nem miattam hiúsult meg az olvasás, hanem egyszerűen a körülmények miatt, azóta pedig el is felejtettem, hogy amúgy milyen jó lenne ezt végigolvasni. Ilyen még Vivien Fable Édes, mint a bűn című könyve, ami szintén egy olyan könyv volt, hogy kis novellákból áll, és ezért bármikor félbe lehet hagyni. Csak hogy én egyszer félbe hagytam, és aztán nem vettem többé a kezembe, pedig itt van a polcomon, és biztos, hogy egyszer végig fogom olvasni, de annyira nem vitt magával a történet, mivel hogy kis történetekből áll, és ezért valamikor félreraktam, és nem olvastam végig azóta sem. Fejős Évától, mert nekünk szeretnünk kell egymást. Én ezt 2015-ben kaptam talán, és azt hiszem, hogy tavaly olvastam végig, úgyhogy egy kicsit sokáig várakozott a polcomon, elkezdtem, aztán leraktam, mert nem igazán indult be a történet, aztán kölcsönadtam, és nem is volt itthon, és végül tavaly jutottam el oda, hogy na jó, ez már nagyon régen a polcomon van, és már pedig én ezt elolvasom. Egyébként a történet, meg az egész regény nekem tetszett, és igazán érdekes volt, csak akkor valamiért nem fogott meg. Úgyhogy ez már ki van pipálva erről a listáról. Ilyen még Dragomán György a Pusztítás könyve. Úgy látszik, hogy sok magyar van, amit így félbe hagytam. A Pusztítás könyve az igazából borító alapján lett választva, meg kicsit a főszöveg alapján, úgy gondoltam, hogy talán ez egy romantikusabb történet, és mivel én még nem olvastam Dragomán Györgytől, ezért mindenképpen meg kéne próbálkoznom vele, de annyira nem tetszett az egész cselekmény vezetés, és hogy ennyire lassan halad a történet, hogy egyszerűen félreraktam, és tudtam, hogy én ezt soha többé nem fogom a kezembe venni, és ezt egy nyereményjátékon ki is sorsoltam. Tudom, hogy ez például egy olyan könyv, amit nem nekem találtak ki, és amit biztos, hogy nem fogok soha elolvasni. Nyertem egyszer egy könyvet, ami Colin Firthről szól, és én nagyon szeretem a színész, de rájöttem, hogy ezek a színészekről szóló könyvek nem nekem valóak. Ezt egy újságíró írta, és hát valameddig olvasgattam, de aztán rájöttem, hogy nem igazán érdekel, úgyhogy ezt egy könyvtárnak adományoztam. És hát sok ilyen könyvem van, amit tudtam, hogy soha nem fogok elolvasni, és ezért könyvtárnak adományoztam, de ebbe bele is kezdtem, jó hiszeműen, de aztán rájöttem, hogy
ehhez sokkal nagyobb rajongás kellene, hogy érdekeljen ennyire az élettörténete. Egyébként pár érdekes dolgot így is megtudtam róla, és ez nekem bőven elég. Ilyen még a World War Z, ami ugye a zombi háború, és ez meg van filmesítve, ezt kölcsön kaptam, és el is kezdtem olvasni, és egyébként nagyon tetszett ez a riportszerű leírás, de tömény volt, és aztán valamiért félre kellett raknom, mert jött egy prioritást élvező könyv, és nem vettem elő többé, és úgy voltam vele, hogy annyira tele vagyok könyvekkel, hogy ezt inkább nem fogom elolvasni, úgyhogy ezt is félbehagytam. És még ilyen Stand Hától a Vörös és Fekete, amit szintén azért kezdtem el annó, mert hogy ugye ez egy ilyen neves könyv, rajta van az 1001 könyv listán, és egyszer mindenkinek el kell olvasnia. Egyébként nekem az tetszett ez a könyv, és emlékszem élénkkel, hogy mi volt benne, és még most is mindig azon vagyok, hogy vajon mi lehetett a vége, de azt is tudom, hogy nem volt annyira könnyű olvasni, és valamiért félbehagytam. Szerintem akkor jöttek az érettségi tételek, és akkor nem volt már rá időm, és aztán nem olvastam tovább. Pedig még mindig nagyon izgat, hogy mi a vége, és szerintem egyszer végig fogom olvasni. Ez lenne az a 10-es lista, amire azt mondom, hogy nem tudtam végigolvasni ezeket a könyveket, de látjátok, hogy nagyon sokat még mindig tervezek majd egyszer elolvasni, mert sokat nem azért hagytam abba, mert nem lett volna jó. Írjátok meg nekem, hogy mik azok a könyvek, amik kifogtak rajtatok, és amit nem tudtatok végigolvasni. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ebből a listából például van-e olyan, amivel egyetértetek. Ennyire nem ára, köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, sziasztok!